Jó reggelt, vagy hogy jó napot, vagy ami éppen lesz majd, amikor nézitek. Szóval ez arról szól ez a videó, hogy megnézzük, hogy mi történik a rutinvizsga után. Most az lenne a kérdésem mindenkihez, hogy Helénához menjen be, rendezze az órákat, a vizsgadíjat, és akkor kérünk ugye vizsgát. Meglátjuk, hogy mikorra kapunk, és akkor én hívlak titeket, és akkor ahogy megkaptuk a vizsgákat, be is tervezzük a gyakorlásokat. A gyakorlásokra teljes motoros felszerelés, tehát úgy, ahogy gyakoroltunk, úgy, ahogy a vizsgán mentünk, az legyen itt a motoros felszerelés, személyigazolvány, akinek van jogosítvány, az legyen itt. Ha valamit nem hoztok el, forduljatok érte vissza, vagy ne is gyertek, mert anélkül nem megyünk ki a forgalomba, bármi hiányzik, nem megyünk ki. Aztán lehet olyan, hogy borongós az idő, akkor hozzatok már valami esőruhát. Mindjárt mutatom nektek, hogy én miért használok, de bármilyet hozhattok, csak akkor elmegyek már ide a garázshoz. Tehát igaziból bármilyen ruhát hozhatok. Egy a lényeg, hogy ne ázzatok át. Meg hát a CB-k, akikkel megyünk, az is ázzon át. Ha van fülesetek, akkor hozzatok. Ha iPhone-osok, azok nem mindig működnek a CB-kkel. Szóval mutatom nektek. Én ilyen ruhákat használok, ezeket a zöld. Van külön nadrág része. Hopsz. Most a éppen a földön, tehát így van, hogy van külön ez a nadrág része. Nem tudom, remélem látszódik. Meg van külön egy ilyen kabát része. Ez egy ilyen kabát, és ez így egy szett. Ezek olyan 3000 font körül vannak a munkaruházati festék, és bármilyen ilyen horgászboltba is szokott lenni. Ahol a legolcsóban megkapjátok, nekem az is jó. Nem kötelező, hogy ilyen legyen, nekem bármi jó. De ne is hívogassatok, hogy most esik az eső, megyünk a motorozni. Kettő esetben nem motorozunk. Az egyik, hogyha felettünk villámlik, a másik pedig, hogyha jégeső esik. Tehát ez a kettő eset van, akkor ne hívjatok, mert nem megyünk motorozni. Hogyha viszont ez a kettő nincs, akkor viszont megyünk motorozni, ha van minden felszerelés, ez viszont fontos. Jó, tehát akkor ennyi lenne a továbbiakra, amit így el tudtam volna mondani. Headsetet hozzatok és felszerelést. Na, kitartás, sziasztok!